Körülöttünk képek. Padlón, állványon, kereveten, gyakorlatilag égen és földön. Bárhová néztem, víz, víz, víz. Kis László író nyitotta meg Kukár István kamara kiállítását a 100 éves cukrászdában. Két hete annak, hogy egyetlen pillantást sem vetettem ezekre a képekre, Kukár Pista festményeire, ezért kénytelen vagyok elképzelni őket. A hajópadlóra tett kicsiket, a nagyobbakat és az egészen nagyokat. A Vízfestmények címet viselő tárlatra a művész Kis László Víz című műve mellett borral és pogácsával várta az érdeklődőket. Vízfestmények vannak, ez kétértelmes van, tehát vizet ábrázoló festmények, meg vízzel készült festmények, tehát a vízfestmény akvarelleket, elsősorban akvarelleket lehet látni. Az őszi hangulatú képek közelmúltbeli ihlet alapján születtek. Kifejezetten a közönség kegyeit keresi az ember ezekkel a képekkel. Igazából kiírtam itt a kis tájékoztatóra az ősznek a színpompája ihletett meg engem, gyönyörű volt az ősz, sokat bicikliztem rajta, és akkor ott így hazaszaladtam, és akkor ez így gyorsan levetette az ember, egy-két kanyarulatot, vízpartot, és ezeknek a lenyomatai, tehát kicsi, apró kis szösszenet. Kukár István kiállítása február 24-éig tekinthető meg az Erkel téren. Megy előre, rendületlenül, egyszer csendes és alázatos, tanárosan, egyben köztünk szólva jó magaviseletű, másszor viszont felforra a vére, neki durálja magát, stör, zúz, pusztít.